Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Menéa vagyok. Önök a Székely Magazin című műsorunkat látják. Fekete csizmák és mellények, horgolt kendők, hosszú színes szoknyák, égszínkék aranyzászló és kokárda. A Székely Szabadság napja alkalmából gyűlt össze tömegpakson a Székely kapunál. Még azt mondják, nem a füstje, csak a nagy hegyeknek ködje. Felmenik én a nagy hegyre, annak is a tetejére. Onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete minden évben szervezett megemlékezések keretében idézi fel a múlt történéseit 2012 óta. Két párzamos dolog fut itt. Ugye a Székely Nemzeti Tanács 2012-ben úgy döntött, hogy a Székely Szabadság napja az a március 10-e legyen, hiszen 1854. március 10-én végezték ki Marosvásárhelyen postaréten a székely vértanukat. És ennek az emlékére emlékezünk meg igazán minden évben március 10-én azóta. Igyekeznek a megemlékezéseket az ország több pontján is megtartani. Nekünk van két nagy szövetségünk, az Erdély Körök Országos Szövetsége, ahol ott is vezetőségi tag vagyok, valamint van az Erdély Bukovinai Székely Országos Szövetsége, és mind a két szövetség megpróbálja különböző nagyobb városokban ezt megrendezni. Az egyesület elnöke elmondta a székely autonómiával kapcsolatos törekvéseiket is, aminek állandó jellegét is kihangsúlyozta. Hát ez mindig élő azóta is, tehát amióta elindult ez a folyamat, aláírásgyűltés Brüsszel fele, és a székely autonómiát szeretnénk, mai napig is él ez. Összefogás, a békesség, ez mind benne van a székelyek elképzelésében. Nagyon sokan félreértik azt, hogy autonómia, hogy mi nem elfoglalni szeretnénk a székelyföldet, vagy visszakérni, hanem emberileg autonómiát. A rendezvényen a brassói származású Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke is felszólalt. A szabadságért folytatott harc azonban megedzi a nemzetet, és a bátrak összefogását eredményezi. A szabadságot soha nem adták ingyen. Mindig meg kellett küzdeni, meg kellett dolgozni érte. A székely autonómia törekvés és az európai őshonok kisebbségek jogainak érvényesítése ma is embert próbáló feladat. Tudatában vagyunk a feladatunknak, ezekben az időkben is, és ebben az európai térben, ezért nem adjuk fel a harcot, nem hátrálunk meg. Bátran hisszük, hogy jogunk van a 21. században is nemzetben, székely szabadságban gondolkodni. Nemzetként kötelességünknek tartjuk az összefogást, hogy segítsük, bátorítsuk és biztassuk egymást. Az érdeklődőknek hagyományőrző kulturális programokkal, tánccal, élő zenével készültek. Gyógyított a Dombovár és Bonyhádi kórházban, volt az ANTS-nél kistérségi tiszti főorvos, jelenleg Kakasdon házi orvos. A székely identitás és kultúra szenvedélyes ápolója. Ismerjük meg László Esztert emberközelből. Kakasdon nőttem fel, ott születtem, Kakasdon éltek a szüleim, és hát ottan indult az egész gyerekkorom, oda jártam általános iskolába, és hát mindenféle emlék Kakasdhoz kötődik. Én azt gondolom, hogy a mi gyerekkorunk az nagyon szép volt.
A temető mellett laktunk fönt a hegyen, az egy viszonylag zárt része volt a falunak, és azért volt nagyon érdekes, mert ott a svábok és a székelyek együtt éltek, egy kis külön kis mikrokörnyezet volt. Csak teljesen természetes volt, hogy hazamegyek az iskolából, kint a fűben ülnek a sváb mamikák, ott ülnek mellett a székely nénikék, és beszélgetnek, és mi is leültünk közéjük, és szinte mindig volt ott élet, valaki mindig kint volt az utcán. Még akkor nem volt ennyi ház, nem építették be ilyen szinten, mint ahogy most, de egy nagyon jó környezet volt számomra, és hát ott ismertem meg a sváb néniknek a beszédét, hogy keverték a magyart a svábbal. Ott voltak a székely mamák is, hát az én nagymamám, aki székely származás, illetve ők Romániából, most így mondom, Romániából jöttek át, negyedikes volt, amikor meghalt. Tehát én gyakorlatilag ízig-vérig egy székely nagymama szoknyája mellett nőttem föl. Az ő habitusa, az ő világnézete, az ő gondolkodás, az nagyon-nagyon székely volt. A nagypapám már nem élt, mikor én megszülettem. A szüleimtől viszonylag kevés székely hagyományt kaptam, mert az apukám 9 éves volt, amikor átjöttek Déváról. Ők már egy korábbi telepítés kapcsán Déváról jöttek át Magyarországra. Ő 9 éves volt, és neki nagyon sok negatív emléke volt. Ő nagyon félt, amikor szöktek át a határon, vagy jöttek át. És ő benne, mint gyerekben, ez nagyon negatív élményként maradt meg. Úgyhogy sokat nem beszélt erről a dologról, és a mai napig sem beszélő él még, és viszonylag kerüli ezt a témát. De ott a nagymama révén, illetve a sváb néni kapcsán, azért elég jól láttam az akkori viszonyokat, ami ugye jellemző volt akkor. És ami érdekes volt, hogy ahova a nagyszüleimet, tehát a nagypapámat, nagymamámat telepítették, az egy sváb ház volt, és hát meg is mutatták, és tudtuk, hogy ki lakott korábban abban a házban, ugye ott maradt a faluban. Tehát olyan érdekes viszony volt. Ennek az értéke, illetve a jelentőség azért felnőtt korban állt össze az emberben, amikor már igazán tudta ezeket hova tenni. Tehát így gyakorlatilag azt kell mondani, hogy székely családban nőttem föl, Kakasdon, onnan jártam iskolába, Szekszárd egészségügyi szakközépiskolába, akkor a hagyományos rendszer működött, tehát az érettségi kapcsán kaptunk bizonyítványt is, illetve kaptunk szakmát is, én is általános ápoló, általános asszisztensnő, csecsemőgondozó voltam, tehát igazi vagyok, rögtön el tudtam volna helyezkedni, egy más típusú munka volt ez, vagy élet volt ez. Érettségi után az orvosi egyetem, akkor viszonylag keveset tartózkodtam Kakasdon, ugye az életem nagy része azért Pécsen zajlott, szünetekben voltam itt, tehát úgy, mint egy egyetemista éltem az életemet, és tanultam, készültem a pályára. Nagyon szerettem már akkor az orvoslást, a betegekkel való törődést, érdekeltek ezek a szakmai kérdések, és hát ami nekem nagyon-nagyon jó volt, hogy harmadévesként bekerültem a patológiára, és ott tudományos munkát végeztem. És hát végül is negyedév végére sikerült egy olyan tudományos munkát elkészítenünk, vagy legalábbis megvalósítanunk, amivel én egy országos ilyen TDK konferencián szerepeltem, és ott belekerültem az első 20-ba. A 60-at értékelték, tehát a 20-ba benne voltam, úgyhogy én igaziból az államvizsga dolgozatomat nem is kellett megvédjem, hanem automatikusan megkaptam rá. Ez nagyon érdekes terület volt. Tehát gyakorlatilag az egyetem alatt én ott éltem az életem nagy részét, tehát kevesebbet voltam itthon szünetekben, nyáron tartózkodtam inkább a környéken. Akkor még volt egy érdekes dolog, hogy lehetett szerződést kötni kórházakkal. És a Dombovári Kórház keresett pályakezdőket, és szívesen kötöttek szerződést orvostanhallgatókkal, és az egyik csoporttársammal mi gondoltunk egy nagyot, és hát jelentkeztünk erre, és gyakorlatilag egy 22 hónapos szerződéssel kerültem Dombovárra, és talán az egész szakmámnak a meghatározója az a környezet volt, az a kórház, amit ott kaptam. A mai napig nagyon-nagyon jó emlékekkel gondolok vissza. Egy nagyon-nagyon jó osztályvezető főorvosunk lett. Gyakorlatilag mielőtt én elkezdtem volna dolgozni, egy fél évvel állították föl teljesen nulláról az ottani intenzív osztályt. És már volt egy alapcsapat, akik egy évvel korábban végeztek, mint én. Azok voltak a bázis, és akkor csatlakozhattunk hozzá mi is, mint kezdők. És a Kerekes László főorvos, aki közben orvosigazgató lett, és hát az egész pályáját gyakorlatilag ott élte le a Dombovári Kórházban. Gyakorlatilag neki köszönhető az a kép, ami most van, mert ő sokat tett azért, amiért a kórház olyan, amilyen. És hát őnála tanultuk meg a szakmát,
és nagyon-nagyon jó szakember volt, és nagyon áldozatkész volt. Tehát bármiféle gondunk, a problémáinkkal fordulhattunk hozzá. Nem számított, hogy hajnali 2-kor hívjuk föl. Ha gondba voltunk ügyetben, bármikor behívhattuk. Képzett bennünket, oktatott bennünket, tehát hogy egy nagyon jó csapat alakult ki, és én azt gondolom, hogy az emberi tartást, a betegekhez való hozzáállást, az orvoslásról való gondolkodást ő ott elültette bennünk. Közben megszülettek a gyerekeim, és mindig valahol a gyerekeim voltak azok a pontok, amivel a változások bekövetkezhettek az életembe. Mert megszülettek a gyerekeim, és akkor egyértelmű volt, hogy nem lehet két laki módon élni, Kakasdon is és Dombováron is, és akkor elhatároztuk, hogy Kakasdon van családi házunk, ott fogunk élni, gyerekek oda mennek óvodába, és akkor így a Bonyhádi Kórházban volt egy üres állás, egy státusz, vagy akkor bővíthették, és egyből csináltak 2 főállású státuszt, akkor meg a Bücs Gábor volt ott az orvosigazgató, és akkor én átjöttem a Bonyhádi Kórházba, és gyakorlatilag naponta Kakasdon jártam be Bonyhádra. Az is nagyon érdekes volt, ha erről lehet ennyit beszélni még. Úgy gondoltam, nekem nagyon jó sorom lesz, mert volt egy nagyon jó főnököm, aki szakmailag megint kiváló és országosan elismert anesteziológus volt, és jelenleg is az. És én úgy gondoltam, nekem egy nőnek, gyerekes anyának egy nagyon jó hely lesz, és ez talán ilyen augusztus-szeptember körül jöttem át Bonyhádra, és a doktor úr, főorvos úr áprilisban elment a szívcentrumba igazgatónak, tehát anesteziológiai részigazgatójának, és ott maradtam egyedül. És gyakorlatilag ezt így csináltam, egész addig még a következő munkahelyemet nem találtam meg. Nagyon jó segítőim voltak a sebészek, nőgyógyászok, tehát gyakorlatilag egy teambe dolgoztunk. A gyerekeim mentek első-második osztályba, akkor ők a Bonyhádi általános iskolába jártak, vagy mentek helyesebben, és hát akkor derült ki, hogy hoppá, mondom, ilyen durván 10 évesek az én ciklusaim, és akkor derült ki, hogy hoppá, ezt az anesteziológiai tevékenységet, ahol nincs ugyan intenzív, de a sebészeten, szülészeten úgynevezett szubintenzívek vannak, ahova be kell menni. Sokat ügyeltem, sokat készenléteztem, hát akkor derült ki, hogy 2 kisgyerek mellett ezt nagyon nehéz csinálni. És hát sokszor, ugye például csak vegyünk egy császármetszést, nem lehet időzíteni. És legtöbbször az ilyen 3:30, 4:30. És a gyerekeim jöttek közben az iskolából, takarítónők vigyáztak rá, szabadműtősnők vigyáztak rá, és ott voltak nem a műtőben, de hát ott kellett tartanom őket, mert nem tudtam hova tenni őket. Együtt jöttünk volna haza, és akkor, hogy hopp, ez nem biztos, hogy ennyire jól működik 2 kisgyerek mellett, és akkor szerettem volna már kimenni körzetbe. Tehát gyakorlatilag az egész egyetem alatt és utána is nekem mindig a körzeti orvosi munka tetszett, és gyakorlatilag az INTS-ben is ez valósult meg, hogy nem biztos, hogy mindenből nagyon mély dolgot tudok, és nagyon elmélyedek szakmailag, de hogy minden érdekelt. És akkor is bennem volt, hogy hát akkor körzetbe kéne menni, és akkor megkerestem a szekszárdi, akkor még városi tiszti főorvost, a Sodár Géza urat, akit akartam kérdezni, hogy vannak itt a viszonyok, hogy lehet ide vagy hogy lehet kimenni körzetbe, milyen feltételek kellenek, az én végzettségem mennyire jó, mert anesztintenzív szakorvos voltam már akkor. És akkor azt mondta, hogy na kislányom, te nem mész oda ki, hanem van egy jobb ötletem. És ez gyakorlatilag pont jókor jött nekem. Egy műszakos állás, nincs ügyelet, gyerekeket tudom rendezni, igaz, hogy férjem is volt, és mindent tudtunk, de mégiscsak azért egy családanya. És akkor látszott, hogy a fizetés nem lett kevesebb, mint ami előtte volt, mert ez is egy fontos szempont, minden nap tudok közlekedni, jönni, menni. És én Bonyhádon kezdtem dolgozni, a Bonyhádi Városi Intézetnél. Akkor a Németh Lídia volt az itteni városi tisztifőorvos, és őt hát bevitték a megyéhez. És itt megürült egy státusz, és akkor így kerültem ide. És akkor mondtam, hát ez nekem most ez nagyon jó, ez mégiscsak tetszik. Elmondtak egy pár dolgot róla, hogy mit kell itt csinálni, mivel kell foglalkozni. És úgy gondoltam, mire 8-at befejezik, középiskolába mennek, akkor úgy addigra kifor, és akkor megyek majd megint körzetbe az eredeti terv szerint. Aztán annyi mindent csináltunk ott, annyira színes volt a népegész, akkor még INTS-nek nevezték. Annyira színes volt az élet, annyira sok mindennel foglalkoztunk, és hát ugye mivel akkor mi nagyon egészségfejlesztők, mentálhigiénikusok nem voltak, ez az egészségfejlesztési feladat nem volt annyira szakma csoporthoz kötve, ez jobbára rám maradt, tehát egy nagyon színes, sokrétű
munkát tudtam így végezni, és hát ugye ez annyira sok pályázatot, sok munkát adott, hogy a végén azt vettem észre, hogy az egyik gyerekem már Kaposváron egyetemre járt, a másik pedig elment már technikum után, autószerelő technikum után az Audiba Győrbe dolgozni, és akkor hú, most már nagyon kellene visszamenni, és azt, amit én igazán akarok. Közben én is idősödök. Már nem minden olyan, mint 30-35 évesen, és akkor kezdtem el megint körzetet keresni. És Stáni Cévával, aki akkor az ANTS-nek a megyei vezetője volt, nagyon jó barátságban voltam, őt is felhívtam, hogy van-e valami ötleted, és akkor mondta, hogy na most üresedett meg egy nagyon jó körzet, kint a határ mellett. És akkor így jött az ötlet, hogy mi férjemmel elmentünk, megnéztük, megtetszett, először annyira nem, de aztán rájöttünk, hogy mégis nagyon tetszik, és hát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy 10 évet töltöttem egy olyan körzetben, ami hát nagyon egyedi és nagyon különleges volt, és nagyon sokat adott nekem, és sokszor úgy érzem, hogy sokkal többet adott, mint amit kaptam. Hatásávas településeken dolgoztam, egy egészen más emberi kapcsolatok maradtak, annak már kinyílt a határ, de egészen más emberi kapcsolatok, egészen más típusú közösségi élet folyt, és szerintem ma is, nyugodtan mondhatom a település nevét, Szentpéterfán éltünk, ott olyan szintű és mintaértékű közösségi élet, hagyományőrzés folyik mai napig, ami mintaértékű volt. Ők horvát nemzetiségűek voltak, és még volt még egy település, ami hasonlóan így működött, és nagyon-nagyon sokszor vettünk részt az ő programjaikon. Tehát nagyon tetszett, hogy az egész falu együtt van egy hatalmas sátorban, reggeltől estig napokon keresztül mennek a közösségi programok, és fontos számukra, hogy ők horvátok. Tehát érdekes módon a gyerekeim visszaköltöztek megint ide Kakasdra, Bonyhádra, illetve Szekszádra, ahogy az életük engedte, és akkor az egyik gyerekem már Szekszádon dolgozott, a másik gyerekem befejezte az életet, és ő is hazaköltött, dolgozott már Jócskán, visszaköltözött ide Kakast környékére, csak ott voltunk a férjemmel kettesben, és akkor 22. januárban megkeresett a kakasdi polgármester Selnyi Simcsi Korsolya, hogy hát nem szeretnék-e visszajönni ide, mert hát úgy gondolják, hogy talán itt lenne helyem Kakasdon, mint házi orvos. És hát gyakorlatilag azonnal igent mondtam, tehát a férjemmel sem nagyon beszéltük ezt át, jött az ötlet, hogy oké, rendben van, menjünk. És akkor így gyakorlatilag 22. augusztusától visszaköltöztünk ugyanebben a házban, ahol most vagyunk. Ez a családi ház itt áll 10 évig üresen. Gyerekek hol itt voltak, hol Kakasdon, közben Szekszárdon is van egy lakások, oda költöztek, a munkájuk úgy adja, hogy az is egy jó lehetőség. És itt volt ez a ház üresen, tehát nem jelentett gondot, hogy hazaköltözzünk. Én nem vagyok fönt a Facebookon, nem vagyok fönt a közösségi oldalakon, de jöttek a barátaink, rokonaink, férjem, gyerekei, és mutogatták, hogy milyen nagy ováció, hogy szeretettel fogadják, és a Facebookon jelent meg többnyire, hogy örülnek, hogy jövök, és kaptam mindenféle ilyen kedves szót, hogy várnak, és hogy milyen jó lesz, hogy jövök. És valószínűleg azért is, mert ugyanaz a habitusom, mint az ott élő székely embereknek. Tehát biztos, hogy könnyebben megtalálom a hangot velük, könnyebben tudom velük kommunikálni. Gyakorlatilag ismerem az egész falut. Leszámítva, akik most tegyük föl ilyen 20-30 évnél fiatalabbak, az én gyerekeimnél fiatalabbak, azokat már kevésbé, de bejön a rendelőbb, akkor megkérdezik, kinek a gyereke vagy ki a mamád, és akkor lehet kötni pillanatok alatt ezt a dolgot. Vissza kell mennem még egy picit az időben. A mostani férjem a második férjem, de az első férjemtől, akitől a gyerekeim is szültem, az ottani anyósom, tehát az ex-anyósom, az nagyon meghatározó volt az én életemben. Tehát ő nem annyira vett részt a közösségi életben, egy nagyon vallásos nő, mindig él, és ő nagyon-nagyon ápolta a hagyományokat, és ő Andrásfalváról született, és nagyon fontos volt, hogy átadja nekünk az információkat. Én többször voltam kint a bukovinai falvakban is, és a bukovin találkozások kapcsán is mindenhol voltam, és nagyon fontos volt, hogy itt a bukovini településeken is nézzem át, hogy hogyan kötődünk. És ő általa láttam, hogy ők hol laktak, melyik házban, meg tudtam nézni képen, ott voltam, és ő rajta keresztül tanulta meg jobban a székely hagyományokat. Tehát a főzési technikákat, hogy miket főznek a székek, hogyan esznek, az ünnepeket, a disznóvágásokat. Tehát, hogy nagyon-nagyon mélyen belém ivódott abban a hosszú időben, amíg ott éltem, a székely hagyományoknak az őrzése.
és amikor a második férjemmel összekerültem, ő Isten segítsé származású, az ő szülei is onnan jöttek, gyakorlatilag egy nyelvet beszéltünk. Ugyanazok voltak a kedvenc ételeink, ugyanaz a technikával főztünk, a disznóvágás ugyanazzal a módszerrel volt, de gyakorlatilag semmit nem kellett átváltani. És így tehát a mindennapjainkban is ott vannak. Ahogyan főzünk, ahogyan az ételeinket készítjük, ahogy az ünnepeket megünnepeljük, hogy mik annak a fontos elemei, amik ott kell lenni. Vagy például, ahogy mondtam, a disznóvágás nagyon egy fontos része. Ott persze most meg kicsit átalakulunk idővel, mert nem úgy mennek a dolgok egészen, most már inkább ilyen tradíció szerint veszük el, hogy gyerekeink tanulják meg, most már nem megy a mindennapi életben, de mindenképpen ott van. És az, hogy én bukvénszékely vagyok, és kakasdi vagyok, ez most mióta visszatérve megint nagyon intenzív lett. Érdekel a falu sorsa, mi történik a gyerekekkel, hogyan megy a társulat, hogyan élnek, hogy lehet segíteni, és benne vagyok a mindennapjaikban. Tehát amikor Csibi Krisztina megkeresett, hogy vállalnék-e benne egy tisztséget, akkor az volt bennem a gondolat, hogy talán van hozzá egy infrastruktúra is, most így nevezem, ami esetleg segít abban, hogy egy picit jobban gondolkodni, és ezt az elkötelezettséget továbbvinni, a meglévőket, akik benne vannak, lelkesíteni, hogy jót csinálnak, jól csinálnak, és még magasabb szinten, és még tovább, tehát egy friss erőként gondolnám, illetve hogy gondolkodni, hogy hogyan lehet minél több oldalról a gyerekeket, akár kisovodáskortól, kisiskoláskortól folyamatosan behozni ebbe a rendszerbe, és bent tartani. Hát azért ez nehéz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy fontos, hogy legyenek mindenféle egyesületek, tagegyesületek, az nem véletlenül tartanak ott, ahol mert mindenki érzi, hogy valamilyen módon segíteni kéne, hogy ez ne menjen el, hogy a gyerekeink, az unokáik tanulják meg a hagyományokat. Fontos legyen, hogy ők bukovinai székelyek, hogy tudják, hogy ez mit jelent, hogy milyen hányattatásokkal kerültek ide a szülők többszöri újrakezdéssel, mondjuk Tolna megyébe, persze szélesebb körül, mint Tolna megye. Ez mindenképpen nagyon fontos, hogy ezt tudják és átadjuk. És családon belül is törekszünk arra, például most nyáron a férjem gyerekeivel elmegyünk Erdélybe, mert ők még nem voltak. És fontos nekünk, hogy vigyük el őket, hogy mutassuk meg, hogy lássák, hogy milyen, és sokat beszélünk róla. Tehát ha összeülünk, akkor mindig ez téma, hogy ez erről valahogyan kommunikáljunk. És örülünk, hogyha fontos nekik. Persze azt kell mondanom, hogy nem lehet nagyon utopisztikusan gondolkodni, mert azért egy új típusú világban élünk, egy új típusú generáció nő föl. Nem fog ez olyan szinten menni, mint 20-30 évvel ezelőtt. Nem is hiszem, hogy érdemes abba az irányba menni, de mindenképpen arra kell törekedni, hogy ebbe az irányba tudjunk maradni, és minél több helyen segítsük ezt a munkát. Kedves nézőink, önök a Tolna Táj Televízió Székely magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!